legyen más a szenvedélyed. Ezzel a szlogennel indult idén januárban prevenciós program a Nyíregyházi járásban, amely 2019. december végéig tart majd. A projekt összköltsége 150 millió forint, amelyet 100%-ban az európai finanszírozási alap biztosít. Legyen más a szenvedélyed. Magyarul a drog helyett, az alkohol helyett, a dohányzás helyett találják meg azok a fiatalok, elsősorban az állami gondoskodásban élő fiatalok, azokat a lehetőségeket. Ebben lesz táboroztatás, különböző tréningek, különböző sportprogramok, folyamatos edzések, tehát minden olyan dolgot, ami leköti őket, és ezzel egészségesebb fiatalokká fognak válni, és elsősorban a családalapítást, a gyermekek vállalását teszik majd első célként, nem a különböző negatív hatású, például drogoknak a fogyasztását. A programok keretein belül szakemberek hívják fel a figyelmet arra, hogy a szenvedély nem csak káros lehet. A mozgás, a zene, a művészeti alkotó tevékenység vagy a tudomány is válhat szenvedélyé. Ezek nem elszakítanak a közösségtől, hanem összekapcsolnak vele. A támapos pályázatok már 2014. március végén elindultak, az eddig lefutott projektek sikeresen zárultak. Most a Nyíregyházi járás is bekapcsolódott a sorozatba. Sajnos aktualitása van, különösen az olyan prevenciós részének, amely a káros szenvedélyektől, a drogtól való megóvását jelenti ennek a célcsoportnak, különösen egy olyan érzékeny célcsoport esetén, olyan fiatalok esetében, akik nevelőszülői gondoskodásban nőnek fel, ők talán még inkább kitettek azoknak a veszélyeknek, amelynek egyébként minden fiatal kitett, amely a káros szenvedélyek címszó alatt nevesíthető, mindenféleképpen meg kell ezeket a fiatalokat óvnunk ettől, és a nevelőszülőket olyan programokra bevonni, olyan kompetenciákat fejleszteni náluk, hogy ettől a gyerekeket minél inkább meg tudják óvni. A Szabolcs-Szentmihályberek megyei gyermekvédelmi igazgatóság és területi gyermekvédelmi szakszolgálat hatókörébe közel 500 nevelőszülő tartozik, akik aktívan kiveszik részüket a munkából és érintettek lesznek a projektben. Ez a szám nem csak Magyarországon, európai szinten is kiemelkedően magasnak számít.